Hét nap, hét kiemelt hír, tehát a Puskás Akadémia hírei következnek, köszöntöm nézőinket. Korlátozott számban még vannak jegyek a június 13-ai Omega koncertre és az azt megelőző 18 órakor kezdődő közös EB-selejtező nézésre. A teljes eseményre a jegyek mindössze 2015 forintba kerülnek, amelyeket online vagy itt a helyszínen vásárolhatnak meg hétfőtől szombatig 15 és 18 óra között. És akkor jött ez az emlék, hogy annak idején volt az, hogy beatmise. Most ennek megpróbálunk egy mai értelmezést adni. Pár évtizeddel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy a 21. század első felében még itt vagyunk. És valahogy úgy gondoltuk, hogy ha már beatmise, ehhez a korszakhoz nyúljunk vissza. A szezon zárófordulójában a Puskás Akadémia FC 3-0-es vereséget szenvedett a Haladás ellen, aki ezzel kiharcolt a tagságát az NB1-ben. A találkozón csereként lehetőséget kapott két 1996-os születésű akadémistánk, Pintér Bence és Mészáros Dávid is, akik első alkalommal léptek pályára az élvonalban. NB1-es csapatunk a 10. helyen zárta a bajnokságot. A Puskás Akadémia FC évzáró ebédjén mondott köszönetet a vezetőség Bence és Miklós vezetőedző eredményes munkájáért és az elmúlt 3 évért. Ezúton kívánunk neki további eredményes és sikeres munkát. Remekül sikerült az U20-as válogatott hétfői bemutatkozása az új-zélandi világbajnokságon. Válogatott csapatunk Zsótér Donát gólpasszainak köszönhetően magabiztos játékkal 5-1-re verte az Észak-Korea korosztályos csapatát. Ünnepélyes keretek között adták át az új, műfűves futballpályát a Székelyföld Labdarúgó Akadémián. Az avató mérkőzésen a zsúfolásig megtelt lelátók előtt a székelyföldi U17-es csapat a Puskás Akadémia korosztályos együttesével mérte összerejét. Tischer Patrik lehajrázta a 13 találatig jutó ferencvárosi Böde Dánielt a góllövő lista dobogóján. A Puskás Akadémia FC fiatal támadója 15 alkalommal volt eredményes az idei szezonban, ami az impozáns második helyet jelenti számára a végelszámolásnál. A Puskás Akadémia U16-os csapata besöpört szinte mindent az idei kupán. Bordán Csaba együttese az egész hétvégén jól szerepelt, és a vasárnap fináléban Bévárdi és Varga is bevette a keleszlovák válogatott kapuját. Az aranyon túl 2 egyéni díjat is elhoztak a fiúk. Bévárdi Zsombor táskor király, Szabó Máté a torna legjobb játékosa lett. Gratulálunk nekik! Igen, hétvégén a Vasas Kubala tornán vettünk részt a Vasas meghívásával. Két mérkőzést játszottunk a csoportban, a Debrecen ellen és a Vojvodina ellen. A Debrecen ellen 3-0-ra sikerült nyernünk, már az első fél időben kialakult a 3-0-ás végeredmény, én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, végig kézben tartottuk, és jól is futballoztunk. A Vojvodina ellen már egy nehezebb mérkőzésre számítottunk, és valóban az is volt. Ez a mérkőzés az 1-1-jel zárult. Valóban a szerbek hozták azt a stílust, amiben szoktak futballozni, az agresszív, kellemetlen párharcot kereső stílusukat. Azt gondolom, hogy ehhez nagyon jól alkalmazkodtunk. Mi is nagyon jól oda tettük magunkat, tehát agresszívek voltunk, a párharcokban nagyon jól mentünk bele, illetve a labdabirtokló részében pedig próbáltuk elkerülni a párharcokat. Ugye a két mérkőzés alapján azzal, hogy a Debrecen mi 3-0-ra vertük, illetve a Vojvodinával 1-1-es döntetlent játszottunk, így csoport elsők tudtunk lenni, mert a Vojvodina csak 1-0-ra vert a Debrecent. Így másnap, vasárnap következhetett a döntő, a másik csoportot a kelet-szlovákiai válogatott nyerte meg. Mondhatom, hasonló stílusban játszanak, mint a szerbek, tehát próbálnak a testest elleni párharcokra alapozni, illetve keresik ezeket a lehetőséget, hogy minél több párharc legyen. Ez egy kicsit nehezebb mérkőzés volt,
mert ugyanakkor voltak benne kifejezetten jó játékosok, ugye egy válogatott csapatról van szó, és 3-4 kifejezetten jó játékos volt az ellenfelünknél. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy tőlük volt egy kiállítás is, ez is azt gondolom, hogy abszolút nekünk segített, de összességében azt tudom mondani, hogy teljesen megérdemelten nyertük meg a szlovákok elleni mérkőzést, és a játékkép alapján az egész tornát. A torna legjobb játékosa Szabó Máté lett, ő támadó létére az egész tornán nagyon jó csapatmunkát is végzett, tehát nagyon jól oda tette magát a védekezésben is, illetve Bévárdi Zsombor Társgor király lett, de a kapusaink is nagyon jó teljesítmény nyújtottak, attól függetlenül, hogy nem díjazták őket, hiszen minden díjat azért nem söpörhettünk be, de a két kapusunk is, a Meskó Ádi és az Erdély Ádám is nagyon jó teljesítmény nyújtott. A Puskás Akadémia híreit látták.